December 1-től kezdték el osztani a tűzifát itt a Nyírvévé telephelyén. Az önkormányzat évek óta megszervezi a város közigazgatási területén hátrányos körülmények között élők számára a tüzelőanyag osztását. A rászoruló családok kizárólag a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központnál nyújthatják be igényüket. A veszélyhelyzet miatt ebben az évben a személyes megkeresés helyett arra kérik az érintetteket, hogy telefonon adják le az igényléseket. A kérelmek felvétele folyamatos Idén is kitermelték a megfelelő mennyiséget, talán még valamivel többet is. Ez azt jelenti, hogy 4-5 ezer mázsa tűzifa áll rendelkezésre, mondta Nyíregyháza alpolgármestere. Nagyjából 800 ezer családnak tud segíteni az önkormányzat december 1-től el is kezdtük az osztást, február 28-ig tervezzük a normál ügymenetben való tűzifosztás nyíregyházán. Mindig szoktunk tartani, mint egy ezer mázsa tartalékot, mert láttunk már olyan esetet évek, évek ezelőtt sajnos, amikor márciusban is berecsent az időjárás, és szükség volt kiegészítő tűzifára. Nem akarunk abba a helyzetbe kerülni, hogy elfogy nyíregyházán tűzifa. Egy-egy porció tűzifa, három, négy vagy öt mázsa. Családonként így tehát maximum öt mázsa tüzelőanyagot kaphatnak az igénylők a családok a VV Nonprofit Kft. telephelyén, a Tüzér utca 2-4 szám alatt vehetik át a tűzifát. Fontos kiemelni, hogy a szállításról mindenkinek magának kell gondoskodni a pandémiás helyzet miatt. Az igényléseket telefonon fogadják a Gyermekjúléti Központ 3 telephelyén, a Május 1 téren a Vécsei utcán és a Huszár téren ügyfélfogadási időben.